Emléktáblát avattak a szekszárdi törvényszék aulájában a független bírósági rendszer megalakulásának 150. évfordulója alkalmából. A táblára a szekszárdi törvényszék és a szekszárdi járásbíróság egykori elnökeinek, valamint a törvényszék tervezőinek nevei kerültek fel. Közülük néhányan most is jelen voltak, mások helyett a rokonaik jöttek el. A pécsi törvényszéket vezető Rendeki Ágnes édesapja, Rendeki Sándor például a szekszárdi törvényszék elnökeként dolgozott. A gyerekkoromat idézi, hiszen én itt nőttem nagyságrendileg föl, édesapám ugye itt volt elnök, és gyakorlatilag ő neki ez az épület volt a mindene, itt élt. Gyakorlatilag gyerekként azt láttam, hogy a hajnalban elmegy, éjszaka jön haza dolgozni, mindene volt a bíróság, és azt gondolom, hogy azt, amit itt elhangzott, ami bent az előadásra elhangzott, azt a hivatást, tudatot, azt a bíróság szeretetét, amit itt a kollégák is említettek, azt én nála láttam, tapasztaltam. A mai modern bíróságok kialakulását az 1869-ben elfogadott 4. törvénycikk alapozta meg. Ez egyebek mellett lefektette a bírói képzés minimum feltételeit, és külön választotta az igazságszolgáltatást a közigazgatástól. Erre emlékeztek a törvényszék munkatársai és a meghívott vendégek. A múlt, a jelen és a jövő évszázadokon átívelő vonalában egy azonos pont, ez az épület, az igazságügyi palota. Szeretnénk, ha nem csak mi, hanem majd utódaink is emlékeznének azokra, akik előttünk jártak, akik megtanítottak a tisztesség, az erényesség, a becsületesség tiszteletére. Ezt szeretnénk ezzel az idézettel is erősíteni. Justitia est fundamentum regnorum, az igazságosság a birodalmak alapja. Az emléktábla avatás mellett előadásokkal is készültek a törvényszék munkatársai. A Béla Király téri épület tervezésének és építésének minden részletét feltáró kutatás, valamint az egykor itt dolgozó bírók életrajzainak összegyűjtése a hagyomány és történet munkacsoport tagjaihoz kapcsolódik. Ők nem kisebb feladatot vállaltak, mint hogy helyi bíróság történeti publikációkat készítenek, és a törvényszék történetével kapcsolatos tárgyi emlékeket kutatnak fel. Tizennégy fővel dolgozunk jelenleg. Mindenki, ahogy ideje engedi, önkéntes alapon vesz részt a munkacsoportnak a munkájában. Szeretnénk megőrizni a bíróság történeti emlékeket, amelyek még jelenleg felelhetők, és a jövő számára ezt biztosítani. A mostani rendezvényen Osztovics András, a Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatója is részt vett. Ő arról beszélt, hogy 4 éve indították el azt a pályázati rendszert, aminek keretében a bírák bíróság történeti kutatásokat végezhetnek. Egy ilyen pályázatnak köszönhetően készült el a most leleplezett emléktábla is. Az Országos Bírósági Hivatal évek óta sikeresen hirdeti meg a Rád György hagyományápolási pályázatot, amire bírósági törvényszékek, ítélőtáblák pályázhatnak, azzal a céllal, hogy itt helyben egy picit jobban ismerjék meg a múltjukat, kik azok a bíró példaképek, mik azok az épületek, mik azok a tárgyi és egyéb eszközök, amik a múltból fennmaradtak, ránk maradtak, aminek az ismerete, a tisztelete az fontos a jelenkor bírái számára is. Osztovics András szájából elhangzó érdekesség volt, hogy ő maga személyesen is kötődik Szekszárdhoz. Nagymamámnak a testvére itt Szekszárdon volt hosszú évtizedekig, bíró Blaskovics István, aki gyerekkoromban sokat mesélt nekem erről a csodálatos hivatásról, és talán ezek a történetek is befolyásoltak engem abba az irányba, hogy később én is ezt a hivatást válasszam.